rajzi szempontból is nyújt valamit a nézőnek, ezért választottam azt, hogy egy csángó menyecskét fogok mintázni. Csángó menyecske köszön vissza a Márton Árpád festő ezen alkotásáról is. Képeinek többségét viszont a tájik lette. Egy olyan hihetetlen élményanyag, annyira tömény, annyira állandó jelleggel visszatérő motivumvilág, amit nem lehet csak úgy egyik napról a másikra elfelejteni. A táj, az olyan csodálatos és olyan valami egyedi, amit máshol az ember nem talál. Fölmentem a két oldalt a hegy tetejére, és hát ugye ez, az ember kinéz, és itt van a világ legszebb környezetében. Orth István nagyszebeni képzőművész alkotásait is a gyimesi hegyek ihlették. A tábor korelnökétől azt szerettük volna megtudni, hogy neki a gyimesi vagy a neves festőiskola bölcsőjének tekintett nagybányai táj tetszik jobban. De most a gyimesi. A nagybányait már megszoktam. Egyébként hargitai születésű vagyok, úgyhogy a félfelem ide húz. Akár akarom, akár nem. Marosévízen születtem egyébként. Cseké. 82 évvel ezelőtt. Nem csak festményeket ihletett az őszi táj. Külön Margit Sepsiszentgyörgyi textilművész szőnyeg terveibe rajzolta a gyimesi hegyeket. Egy termetes röng darabból pedig ez a főnix madár kelt életre. Persze nem önállóan. A fa az mindig egy henger. El kell dönteni egy hengerből függőlegesen, hogy viszintesen lehet-e valamit csinálni, hogy feldarabolom kockákra. Ez ilyen egyszerű, mondja a szobrász, miközben védőréteggel vonja be az alkotótábornak szánt kompozícióját.